Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok. Jön az újabb Umbral Warframe videó, de most kivételesen nem mert YOLO, mert hogy hanem hát ez megéri című történet miatt. Írtátok a Umbral Oberon videóm alatt, hogy próbáljam ki egy pár Warframe-et Umbra változatban, és az egyik közöttük az Atlas volt. Hát köszönöm a tippet, ki is próbáltam, be is modoltam, és nagyon meg is lepődtem. És legyünk itt őszinték, hogy azért az Atlas az nem az a Warframe, amit úgy minden nap elviszek igazából bármilyen játékra is, hogy őszinte legyek. Nem azért, mert hogy nem szeretem, csak mert hogy olyan useless-nek ható Warframe, és úgy félreértés ne essék, fun, és el lehet vele szórakozni. A képességei amúgy tök jók, abból a szempontból, hogy így móka, tehát szórakoztató képességei vannak, viszont pontosan a képességei azok, amelyek számomra, az én játékomban megakadályozzák azt, hogy úgy elvigyem komolyabb játékokra. Na és hát akkor úgy voltam vele, hogy akkor jó, hát amúgy se nagyon játszok vele, tehát mindegy, mibe kerül, miért ne csinálok belőle Umbral Warframe-et, rontani nem fog rontani, csak segíteni. És mit nem ad az Isten? Természetesen megint moton teszteltem le a dolgokat, és azért, hogy őszinte legyek, Atlas számára a mod az egy elég halálos föld tud lenni, hogy őszinte legyek, és nagyon kellemesen csalódtam az egészbe. Kezdjük ott az egészet, hogy el tudtam menni vele arra a szintre, ahova az Oberonnal, vagy a Nidusa, jó, a Nidusa egy kicsit tovább természetesen, de el tudtam menni vele ugyanazon szintre, ahova az Oberonnal, és számomra, az én könyvtáromban, az Oberon ebből a szempontból egy jobb Warframe-nek számít, mint az Atlas, főleg a képességei miatt. Persze nem csak amilyen, de főleg a képességei miatt. Viszont ugye, ami az Atlasnak nem igazán vannak túl jó crowd control képességei, ami a Survivorben igen megnehezíti a dolgát. Igen, az egyes képességére ideig, óráig lehet támaszkodni természetesen, de csak egy ideig, óráig. És ugye miközben ott nyomogatod veszettül az egyes képességet, kapsz egy kis halhatatlanságot. Szóval, hogy összefoglaljam, azért az Atlas egy jó karakter, el tudod vinni mindenhova, tényleg mindenhova, de sehova sem túl komoly helyre. Ha csak nem valami Atlas Expert Pro motherfucker vagy, mert akkor valószínűleg megoldod a szituációt. Tehát én nem vagyok Atlas Expert Pro motherfucker, élvezem a játékot vele, semmi baj nincs, de soha nem mertem volna elvinni egy motra, ahol majd egy órát kibírok, és vagy egy bármilyen másik endgame kategóriai játékra, nem úgy szólóban, de még csapatban sem nagyon. Viszont úgy lazulós játékokra simán, nincs probléma. Na, természetesen azt nem tudtam vele eljátszani, amit Oberon esetében. Ugye Oberon esetében kiemeltem volt abban a videóban, hogy ami jó abban, hogyha egy Umbral Oberon gyártasz, hogy ténylegesen tudsz a fegyvereidre támaszkodni, mivel hogy Oberonból ki tudsz hozni olyan szintű erőt, ugye, hogy az élettöltésed másodpercenként nagyon magas lesz, tehát én 100-at hoztam ki élettöltésnek másodpercenként Oberonnál, ugye, és ez megengedte azt a luxust, hogy nem mindig kelljen kardozni Oberonnál, meg amúgy sem volt nálam Lifestrike-os kart, így aztán fegyverre támaszkodtam, és egy élvezetes játékot tudtam menni. Na most sajnos ez Atlas esetében ugye nem igaz, szóval Atlas esetében kell valami, ami újra tölti az életet, így aztán kardomul a Lashont választottam, és egy benne rejlő Live Strike-ot. A Lashon az el lehet mondani róla, hogy egy Ultimate Endgame Polar Arm tud lenni, gond nélkül ledarál akárkit, és aki nézte a livestreamemet Twitch-en, hogy hogyan modoltam be egy elég különleges modolás, hogy őszinte legyek, és egy nagyon-nagyon helytálló modolás. Természetesen meg fogom mutatni azt is hamarosan, de tudjátok, hogy ezen kívül mi volt az egyik legmeglepőbb dolog? És íme itt van a modolás. Egy rohadt forma kell csak.
És ez a legmeglepőbb benne. Oké, nincs Exilus mod. Egyébként kit érdekel, nincs is rá szüksége, hogy őszinte legyek. És ez, ezzel a setup-pal, amit itt csináltam, egyforma, ez az Atlaszt kiemeli az egyik legolcsóbb, ám de erős, endgame felé hajló karakterré. És hogyha megvannak most arra az Umbral modjaid, akkor tényleg javaslom, hogy feküdj rá a farmolásra, hogy ki tud őket maxolni legalább 9-es szintre. A 10-es szint meglépése tényleg igazán drága, de legalább 9-es szintre, hogyha ki tudod őket farmolni, azzal már rohadtul sokat nyersz. És ha eddig úgy álltál az Atlaszhoz, ahogy én, hogy egy kicsit meh az egész karakter, ezzel a setup-pal, az Umbral modokkal benne nagyon-nagyon meg fog változni a véleményed róla, és meglepő, hogy mennyire erőssé válik, természetesen egy kis segítséggel az élettöltés téren. Szóval, bitch please, az Atlasz az egy jó karakter. Nem fog jelenteni még mindig azt, hogy a favoritom lesz, és elviszem mindenhova, de ha úgy alakul, hogy azzal ragadok egy gamebe, akkor nem fogok pánikba esni, baszki, Atlasz van nálam, nincs egy jó fegyvere, vagy hogy fogom ezt túlélni, nincs lifestrike a kardomban, mondjuk ott ez elég probléma, bár a Tenóval, bármilyen másik játékban a Tenóval valószínűleg lesz időd újra tölteni az életedet, szóval gond le tud ebből a szempontból, és nem lesz nagy pánik belőle, ugye élettöltőkkel fel tud tölteni az életedet. És ez meglepően jó volt, úgyhogy köszönöm a tippet, hogy őszintén kipróbáltam. Valószínűleg lesz még egy pár Warframe, amit így kipróbálunk Umbral setupban, mert mindegy, nekik ritkán használom, és miért ne tenném őket erősebbre. Szóval, ennyi. Ennyi lett volna ez a videó, srácok. Nagyjából elmagyarázva Atlasz. Köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj egy lájkot. Discord szerverünk bárki számára elérhető. Kérdéseket várom a komment szekcióba, illetve Facebookon, ha úgy tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!